Két dolgot láthatsz így a vége felé. De lehet, hogy már 60 éves korodban, lehet, hogy csak 9 éves korodban. Az egyik az az, hogy a saját életedet élted, és a saját kis erdődben barangoltál, és annak a kis erdőnek bejártad minden ösvényét, és minden kis köve alá benéztél, és már ismered, és ez egy tök jó érzés, és innentől semmi más dolgod nincs, mint palacsintát sütni az unokáknak. A másik rettenetes érzés, amikor rájössz arra, hogy ez nem a te erdőd. Végig nem a te erdődben voltál. Nem azzal a nővel voltál, nem úgy nevelted a gyerekedet, nem azt dolgoztad, amit szerettél volna, nem hoztad létre azt, amit szerettél volna, és én most azt érzem, hogy abszolút a saját erdőmben vagyok, és még azért van felfedezni való is. Van még ott pár fa, igen, abban igen, az erdőben. Igen. Van egy graffiti, hogy nincs annál szomorúbb látvány, mikor a halálos ágyadon, vagy halálos ágyadnál az áll, aki lehettél volna. Ó. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Kovács András Péter, becenevén Kap, karinti gyűrűs humorista, író, hazai stand-up comedy jeles képviselője és megalapozója, a Duma Színház társulatának egyik legrégebbi tagja. Kamaszkorában egy ideig papnak készült, 2001-ben az ELTE állam és jogtudományi karán diplomázott. 2006-ban megnyerte a Magyar Rádió Humor Fesztiválját, a Rádió Kabaré állandó szereplője lett. Rendszeres fellépője a Sóder Klub című műsornak, feleségével 3 gyereket nevelnek. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek kivétel nélkül. Aktuális vendégem életének meghatározó szereplőjére, aspektusára, vagy meghatározó történetére utaló kifejezések, szerintem nagyon rejtjelesen és talányosan felskiccelve erre a papírra. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Kovács András Péter melyik kifejezések közül választhat. Kacag bajadzó, kör közepén, zárt ajtók, erkölcs nemesítés. Akkor és most. Úgy könnyű. Tűpontos. Túltoltam. Miért lett vége? Túl normális. Cezúra. Komoly szinten. Fehér Isten. Rájöttél az okára? Komolyan gondoltad? Ez minősít. Nincs megállás. Neked ki volt? Ez igen. Azt nézem, hogy a te papírodon vannak jegyzetek a, igen, azért a szavak mellett. Azért odaírtam, hogy tudjam, hogy mire utalna, hogy véletlenül elveszek. Nekem nem, hogy jegyzetek, de hogy egy csomónál teljes a homály, hogy például a Fehér Isten az egy érdekes dolog, ugye, mert mint címet hallottam már, nem tudom, hogy jön ide a... Legyen az? Kezdjük kőkeményen, rakjuk fel a csizmát az asztalra. A Fehér Isten Faludi Györgyre vonatkozik, mert hogy tudomásom szerint ti leveleztetek egymással, te verseket írtál, ugye? Igen. Írtam nagyon rossz verseket kamaszként, 14 évesen nekem azzal kezdődött az ilyen önmegvalósítás, meg a kis befele fordulásom, amit már sok fórumon említettem már itt nálad is, hogy gyerekkoromból adódóan én ez a befele forduló, befele koncentráló gyerek voltam, egy belül építettem világot, és annak az egyik manifestuma volt az én verses munkásságom, és megkerestem a Faludit, de én 14 éves korom óta irkáltam, 19 évesen voltam egy beszélgetésen, máig emlékszem, a Szamos Cukrászdában fönn a várban volt egy beszélgetés vele, és én ott a végén oda mentem, és odaadtam a verseimet. Mert ez milyen ilyen nyugatos dolog, tudod, az ifjú költő odaadja a verseit az idős költőnek, és én még 1996-ban is, nem tudom, én 1930-ban éltem fejben, és csodák csodája válaszolt. És kaptam egy borítékot, kis remegős bácsis kézírással, sose felejtem, ilyen elnyúlt remegős reszketek betűi voltak, és benne egy A4-es lap, az is kézzel megírva, és azt írta, máig emlékszem, hogy önnek minden, hogy volt, minden formai eszköze, vagy minden készsége megvan ahhoz, hogy jelentős költő lehessen, ennek egyetlen egy akadálya verseinek tartalma. Minden, amit ír, irreális és megérthetetlen. Ezt írta nekem.
Tehát az azért inkább dicséret, mint egyébként igen. Bírálat. Igen, 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 és abszolút dicséretnek is vettem. Tehát, hogy úgy látszik, hogy a formai skilleknek a birtokában vagyok, most már csak ki kéne találnom, hogy miről szóljanak. Akkor miről szóltak? Hát figyelj, ilyen nem tudom én, istenes versek, de hát a Pilinszkit messziről nem közelítettem. Meg nem tudom, például mondok egy ilyet, a Dióról írtam egy verset, hogy, mert hogy törtem a beiglibe kín a Diót, és szétfolyott a kezem, és akkor írtam ilyet, hogy tél volt, de deret lehelt az ünnep, kalácsba törtem Vindiót, megpirult fájós kezemnek, nem tudom, olaj illata volt, már nem emlékszem pontosan, markomban roppant mind a bátor koponya, melyből mind borús, bús, barlang, büszke hegy gyomrából budjant elő a barna hús. Tehát ez, de hát ez jó. Ez nem az én tisztel eldönteni. Igen, de hát tehát azért mondom, hogy a skillek megvoltak, csak aztán később el is maradozott. De ez miért hagytad ezt abba? A versírást. Mert lett más kifejezési mód, lett a stand-up. Lettek aztán később novellák az egyetem alatt, és aztán az is olyan kis furi volt, és aztán lett belőle a stand-up. De alapvetően rossz irányból közelítettem az íráshoz, mert nem volt valódi tudásom az életről, és mintha az írással szerettem volna azt a tudást megszerezni. De hát nem tudom, hogy ott volt Per Krisztián, akivel együtt kezdtünk írni, csak róla tudják, amikor elkezdett írni, mert ő jó író volt, és publikált, és itt-ott publikálgattam én is, de hát, hogy ahhoz képest, hogy miket írt ő, és miket írtam én, ilyen kitalált dolgokra hamis megoldások, körülbelül ez volt egy kapnovella, az azért messze áll a jótól. Nem ott volt a baj, hogy nem volt kellő élményanyagod, és de ha megérkezett nem. volna az, de. Akkor az egész meg lett volna töltve tartalommal hát persze, is. Egyértelmű. Ez teljesen egyértelmű. Tehát, gondolkodsz el azon időnként? Én engem mindig érdekel, hogy mi lett volna, ha. Hogy úgy olyan koszorús költőként korosztályod egyik meghatározó költője is lehetnél, csak most így játszunk el a gondolattal. Vagy ezt teljesen elengedte? Tehát, hogy milyen lenne az életed, ha egy irodalmi pályát futsz be? Hát valószínűleg ennél visszafogottabb. Tehát a diétázásnak egy sajátos formája lenne az, ha én költő lennék. A stand-up-pal sikerült megcsinálnom nekem azt, amit például Kosztolányinak a verseivel vagy a novelláival. Tehát, hogy úgy eljutatni emberekhez épkézláb értelmes gondolatokat, hogy azt egy uralkodó médiumon keresztül sokakhoz. És lehet, hogy ha az irodalomkönyvek kellően rugalmasak lesznek, akkor nem tudom én, 50 év múlva Hofi Gézát fogják majd tanítani. Vagy erre látsz esélyt? Nem. Egyébként nem. Egyébként nem, hát ez egy annyira őrzött szentély az irodalom, hogy még egymást se engedik be ebbe a szentélybe. Az irodalmárok, hát még minket. Úgyhogy nem, nyilván nem. Bödöcs Tibornak van egyedül esélye, mert ő mindkét pályán otthonosan mozog. Ez de... nem így lett, hogy azért ő meg tudta mind a két arcélét mutatni ezen a két területen? Jól tette, nem, nagyon büszke vagyok, és innen is szívvel gratulálok neki. Nekem nem hiányzik. Tehát én a stand-uppal bőven úgy érzem, hogy ki vagyok teljesedve. Meg marad még nekem annyi, tehát ha most még írnék is, akkor mi maradna nekem? Úgyhogy ennyi még, így még marad nekem annyi, amiből bőven tudok adni stand-upban is hosszú évekig. Na, válasszunk kérlek egy másik jó. kifejezést. Kör közepén. A kör közepén a te gyermekkorod iskolai élményeire vonatkozik, mert hogy meglepődve olvastam, hogy téged kipécéztek az osztálytársaid, és bántottak? Hát attól függ, mit nevezünk bántásnak. Ugye az ember habituálódik, tehát mint ahogy a klíma zajához is hozzászoksz egy idő után, vagy a cigi fűszagához egy szórakozó helyen, ugyanígy ezek a bántások is, én nem bántásnak fogtam föl, hanem kedreggelnek. Tehát nem tudom, én ezen is gondolkodtam már sokat, hogy vannak emberek, akik oroszlánnak születnek, és vannak, akik antilopnak. És én nem tudnék oroszlán lenni, ezért én óhatatlanul antilop vagyok. Most már szerintem csak azért nem bántanak, mert érett felnőtt emberek vesznek körbe, de igen. De ezt hogy érted? Az antilop az tulajdonképpen áldozat szerep? Az, aki az áldozat, igen. Aki mindig feletörlik a cipőket? Igen, meg aki mindig összerezzen. Tehát én legalábbis ez a gyerek voltam. Nyilván hoztam otthonról rengeteg kisebbségi érzést, meg nagyon sok bizonytalanságot, meg azt, hogy úristen, biztos mindenki sokkal, sokkal több, meg jobb, meg értékesebb nálam, és ez egyszerűen kiül. Valahogy a viselkedésedre is megtalálnak maguknak. Tehát úgy megérzik, tűpontosan megérzik, és kezdődik. És érdekes, hogy például a gyerekeimnél is féltem, hogy nehogy ez legyen, és náluk nincs ez. Ők se bántanak senkit, de valahogy őket is kikerülik ezek a bullyingok. Itt ilyen, nem tudom én,
ez a lögdösödés, tehát olyan nem volt, hogy ütlegelnek, földre kerülök, és még rúgdosnak tovább, de az, amikor tudod, elmegy melletted, beléd rúg, amikor már meglátod a folyosón azt a gyereket, már egy kicsit körsbe ugrik a gyomrod, vagy az osztálytársad, aki még órán is ottul is, aztán szünetben is, tehát hogy bármikor nyitva volt a lehetőség arra, hogy most akkor az én káromra kacagunk egyet, beleértve engem is, mert hát ez csak vicc, ugye? És akkor én is próbálom kacagással elvenni az élét akár saját magam számára. Az még sokszor fájdalmasabb, mint hogyha... Persze. Uh-huh. Persze, mert hát nincs megbeszélve, nincs feloldva a dolog, és te meg belekényszerülsz egy ilyen szerepbe, otthon meg nem beszélsz róla, mert hogy apádnak nem mondod el, mert akkor jön az a klasszikus férfi válasz, hogy no, akkor azért védd meg magad, fiam, meg legyél férfi, meg hasonlók, és aztán azt gondoltam, hogy majd, ha kijövök az általános iskolából, ami egy ilyen peremkerületi általános iskolat, és tényleg mindenki szobafestő, mázoló lett, meg karosszéralakatos, akkor majd a gimiben minden más lesz, de ezt a kisebbségi érzést, ezt nem hogy vittem magam a gimiben, de még föl is erősödött, hiszen munkás családból kerültem egy ilyen erősen értelmiségi világba, és ott is kiszagolták, és ott is értek incidensek, de aztán ott hál' Istennek megértünk, meg megkomolyodtunk annyira, hogy ezt kinőtték a többiek. Te egyszer se szóltál vissza? Egyszer gimiben volt az, hogy egy birkózásban végül én vágtam föl az azt a gyereket, aki előtte évekig piszkált, és akkor nagyon büszke voltam magamra. De nem, hát ezekre hogy lehet visszaszólni? Tehát, hogy nem tudom én, ez már gimnáziumi történet, hogy találtak a suliban ilyen kirakott patkánymérget, és ezt belerakták a táskámba. És én azt otthon vettem észre. És akkor kinek szólok? Vagy kinek szólok vissza? Vagy kit végigmegyek azon a lehetséges négy emberen, hogy miért rakta a patkánymérget a táskámba? Tehát, hogy pff. És te mondom, aztán szépen ez letisztult. Nem is nagyon jársz osztálytalálkozók. De járok egyébként, tökre szeretjük egymást. És azokkal is, akik a patkánymérget beletették. Kezdett, hogy velük is aztán rendeződött ez a dolog. Azért mondom, hogy valahogy megértünk, benőtt a fejünk 16 éves korunkra, és nincs semmi. Tehát ezt meg tudtuk ezerszer beszélni. De az hogy néz ki egy ilyen, amikor megbeszélitek ezt? Tehát van feloldozás arra, hogy a gyerekkorod ilyen értelemben elrontották, hogy megkeserítették, és azokkal 10-15 év múlva tudsz önfeledten beszélgetni, mint ami se történt volna? Persze. Hát van fel, minden alul van feloldozás, ez a szép. És lehet, hogy nem is kell megbeszélnünk, lehet, hogy csak látom rajta, vagy lehet, hogy elég egy ölelés, vagy nem tudom. De bocsánatot hogy... kértek tőled? Persze. Az más, mondjuk. Az igen. Más. Minden alul van feloldozás? Szerintem minden alul. Szerintem, ha van őszinte bűnbánat, akkor van őszinte feloldozás is. Én nem tudok elképzelni olyan helyzetet az életben. És nagyon haragszom egyébként az olyan helyzetekre, amikor ilyen szeretet megvonás a válasz, hogy mi még nem vagyunk olyan jóban. És akkor nem tudod, hogy akkor hogy kéne olyan jóban lenni, hogy akkor újra beszéljünk. Úgyhogy azt nagyon kegyetlen dolognak tartom. Ha az egyik ember tényleg őszinte bűnbánatot tanúsít, a másik pedig csak azért is kínozza azzal, hogy nem bocsát meg. Egyszer elkezdtem írni a sérelmeimet egy Word doksiba. És aztán elfelejtettem írni őket, és utána meg elfelejtettem, hogy hova mentettem el a Word doksit. Úgyhogy ennyire nem tudom sajnos a sérelmeimet regisztrálni. Valószínűleg ezek jelek voltak, el kellett engedni. Lehet, igen. Azt mondtad, hogy te munkás családból származol, hogy volt egy ilyen mondatod. Aztán megkerültél egy értelmiségi közegbe. Az úgy nézett ki, hogy te célhoz rendelten, eltökélten elkezdtél például tudatosan olvasni? Persze. És akkor még nem volt internet, hogy az ember behozza a lemaradását, mit tudom én, azzal, hogy így kattingatsz gyorsan, nem tudom én, Spotify-on pörgeted a Beethoven szonátákat, és mindegyikbe belehallgatsz egy kis, ha jó van ez Beethoven, akkor még szépen hozzá kellett valahogy jutni. CD-n lehetett kölcsönözni, vagy próbáltam kazettákat másolgatni magamnak, ugyanígy az olvasással is könyvtárból kölcsönözni, az Európa Diák Könyvtárt vettem meg magamnak szorgosan. Ezt miért csináltad? Azért, mert azt érezted, hogy te ezt nem tudod és illik tudni, vagy egész egyszerűen volt egy szemed előtt lebegő cél, és úgy gondoltad, hogy enélkül nem fogsz oda eljutni. Hát nekem a 19. századi realista irodalommal kinyílt a világ. Tehát ott én, amit kaptam,
nem tudom én, Balzaktól, Stendhaltól, meg Dostojevszkitől, az egy olyan löket volt, hogy azt mondom, hogy úristen, tehát onnan nincs jött ez az egész irodalmi eltökéltségem, hogy ilyet lehet, hogy az emberi lelket így megragadni, bemutatni, és hogy nekem ezek az olvasmányi, tehát én könyvekből ismertem a világot. Saját élményanyag ezért nem is volt, vagy ezért nem is voltak jók a novelláim, mert más novellák meg regények alapján írtam meg a sajátjaimat, nem a világ alapján, de ez egy abszolút belső indítatás volt, de tény az, hogy az előnyt, amit mások szereztek, az behozhatatlannak véltem. És a saját osztályfőnököm mondta azt, amikor jogi egyetemre mentem, hogy de hát én ahhoz kevés vagyok, mert nem, nincs meg az a háttér, nincs meg az az alap. De lehet, hogy egy ilyen mondat volt pont, hát valamifajta hajtóerő, vagy persze. Valami. Uh-huh. Nyilván. Hogy akkor is megmutatta. Hogy akkor is megmutatta. Aztán felnőttem, és azt láttam, hogy ez az egész értelmiségi, nem értelmiségi, olvasott, művelt, ez így kis szilánkjaira tört, és mindenki más kis műveltségi burkot épít maga köré. Tehát nincs már olyan, hogy a műveltség. De ma már teljes értékűen vagy képes eljárni, amikor ilyen témák kerülnek szóba, mondjuk értelmiségi társaságban? Abszolút, persze, meg azt is bátran bevállalom, hogy figyelj, nem tudom, nem olvastam, nem hallottam. És akkor, hát régen az volt, persze, hogy olvast, és milyen, mit, hát, hogy... Bekomosztad? Persze, hát valami rengeteg ilyen kamu volt. És szerinted tudták? A többiek? Volt, már aki mondta, hogy ilyen nyugodtan mondhatod azt, hogy nem. Igen, egyébként azt szerintem egy nagyon nagy erő, amikor az ember a saját esendőségét olyan magától értetődően fel tudja vállalni, és azt mondja, hogy figyelj, fogalmam nincs, vagy én azt ott elszúrtam. Igen, meg hát pontosan tudják, hogy mibe vagy egyébként jó, és nem csökkenti ez amúgy az érdemeidnek, nem is várható el mindenkitől, hogy mindent tudja. No, válasz kérlek egy másik kifejezés. Miért lett vége? A miért lett vége az a rádiókabaréra vonatkozik. Mert hogy te ott sokáig egy ilyen állócsillag voltál, aztán tudomásom szerint hány évvel ezelőtt? Most már... Ha jó sok, 5-6, nem tudom. Nem lehet téged ott hallani. Miért lett vége? Miért élt ez véget? Ott én egy ilyen áldott időszakban kerültem be, 2006-ban nyertem többet magammal humorfesztivált, és akkor már ott volt az előző humorfesztivális generáció, Litkai Gergő, Kőhalmi Zoltánok már megvetették a lábukat, és Gergő pillanatok alatt kovácsolt belőlünk egy műhelyt, egy írói, előadói műhelyt, hozta Lengyel Tamást, meg Vida Pétert, mint színészeket, ott volt Hadházi Laci, Gergő, meg én, akik hárman összetudtunk ülni, ötletelni, kiosztottuk a jeleneteket, megírtuk, tudtuk, hogy jó színészek, mondja, körbe küldtük egymásnak, te még ötleteljél bele, írtuk a stand-upokat, szerkezgettünk ilyen kis kabaréklub adásokat, és aztán egyszer csak, ez mindez Sinkó Péter főszerkesztősége alatt történt, és akkor egyszer csak a Rádió Kabaré átkerült Sinkó Péter kezéből Mikó Róbertébe, akinek korábbi Rádió Kabarés tapasztalata nem volt, és egyrészt nem tudta úgy tartani a gyeplőt, mint valaki, aki már 40 éves csinálja, másrészt az írók részéről is volt egy óriási bizalmatlanság az iránt, hogy mi lesz itt most, és Gergő és Lackó kapásból azt mondták, hogy ők itt ilyen bizonytalan körülmények között nem... Lackó Hadházi László. Hadházi László, igen. Nem csinálják, én még kitartottam egy darabig íróként, meg előadóként is, aztán nyilván olyan emberekkel kellett pótolni a szerzői, meg stand-upos ember állománnyal, köszönöm szépen, ember állománnyal kellett pótolni a kiesőket, akiknek szintén nem voltak olyan tapasztalataik, meg olyan kvalitásaik, és aztán az egész egy ilyen spirálként kezdett el beleállni a földbe. A törzshallgatók is elmaradtak, helyettük jöttek, nem tudom én, tapsoló nénik, tehát hogy valahogy a szerzők, a szerkesztők, a közönség, az egész egymást húzta le egy ilyen örvényben odáig, hogy ezt csak azon kaptam magam, hogy állok a szilveszteri rádiókabaréban, elmondom a kis nyitómat, amit próbálok kiegyensúlyozottan ide is, oda is lőve. Politikai értelemben elmondani, amiből aztán az ide is, oda is lövésből az lett, hogy csak ide is. És akkor kapom a kommenteket, hogy milyen elfogult, nem tudom én, segnyaló lettem. Majd fel kell konferálnom Bach Szilviát, aki női cigány asszony hangot imitálva mond furcsa dolgokat. És akkor azt éreztem, hogy hát nekem erre nincsen szükségem. És aztán végül így én is
én is eljöttem. És még tart a rádiókabaré, de ebből a spirálból már nehéz szerintem visszakanyarodni, ha nem lehetetlen. A téged követő produkcióval mi volt a probléma? Tehát ott azzal, hogy beállítottak egy kisebbséget negatív kontextusban, vagy negatív színezettel? Hát szerintem bárki meghallgathatja a rádión, tehát hogy beírja, hogy Bach Szilvia Jolika, és szerintem mindenki pontosan tudni fogja, hogy miről van szó. Tehát igen, hogy ez a klasszikus ilyen sztereotíp cigány akcentus, és azzal elmondva olyan dolgok, amiket ő gondol, hogy történik ilyen kultúrkörökben. Nem tudom. Ő például, Bach Szilvia. Most inkább az érdekel, hogy milyen a te konfliktus kezelési technikád. Például ebből a műsorból tudja meg kollégaként, hogy mit gondoltál arról a produkcióról, vagy ti megbeszélitek ezt? Én nem, tehát hogy mit gondolok a produkcióról, én most sem mondtam el, hogy mit gondolok a produkcióról. Tehát igazából ebből a műsorból sem tudja meg. Tehát az lenne a korrekt, ha én ezt neki mondanám el, de szerintem Bach Szilvia szerintem magától is pontosan tudja, hogy ez a produkció, ez miben jó, vagy miben vérzik sebekből. Nem is biztos egyébként, hogy nekem a dolgom elmondani ezt. Tehát ehhez kell egy szerkesztő, aki ezt megbeszéli Bach Szilviával. Hogy közölsz te egy ilyet mondjuk a rádiókabaré vezetőségével? Tehát írsz egy levelet, felhívod a főszerkesztőt, hogy ne számítsatok rám. Nem, hívnak, hogy jössz, és mondom, hogy ne haragudj, de nem. Nem is indokoltad? Ennyi. Nem. Akkor, amikor hallgatod a szilveszteri műsort, és csak ide lőttél, a szerkesztés által, és oda nem. Azt például szóvá tetted? Nem tudom, hogy kinek kell szóvá tenni. Tehát az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen szinten kerülnek ki ezek a poénok. Mert nem hiszem, tehát Sinkó Péterről nem feltételezem, hogy ő neki, tehát nincs olyan veszteni valója, ami miatt ő ezeket kihúzná, és onnantól kezdve nem tudom, hogy ott a hivatali úton milyen szinten mondják azt, hogy azt nem. És azért nem is akarok hadakozni ilyen láthatatlan emberekkel, akik nem tudom én, attól félnek, hogy segbe lesznek billentve, és nem is a saját fejükkel, hanem már a főnökük fejével gondolkodva hoznak meg bizonyos döntéseket. Tehát, hogy én ezekből a helyzetekből, nekem ebben nem kell részt vennem, azt érzem. Én ezek az emberekkel, nekem nincs dolgom. Tehát, hogy én elmondom a magamét a saját közönségemnek, nincsenek benne közvetítők, nincsenek benne médiumok, saját csatornáimon, a saját kis közönségemnek, a saját kis mondandóim, ez a lehető legtisztább helyzet a világon. Nem is nagyon hallgatod azóta a rádiókabarét? Nem tudom, hogy ki hallgatja egyébként. De nem hallgatom. Szerinted nem sokan? Hát nem tudom, biztos, hogy csökkent a hallgatottsága. Meg pusztán egyébként az is beszédes, hogy tehát eleve a rádiónak, mint olyannak, mint médiumnak az érvényessége, nem tudom, csökkent az utóbbi időben. Tehát sokkal több embert lehet megszólítani már egyéb fórumokon, de hát ezt te is tudod. Igen. Válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Túltoltam. A túltoltam, az hol van? Igen, itt látom, az fölötte volt egyel. Arra a kérdésre, hogy neked mikor kellett bocsánatot kérni poén miatt, két esetet említettél. Az egyik egy osztálytársnőd volt, nem fejtetted ki, hogy ott mi volt a baj, érdekelne, ha van kedved, hogy mi történt, és hogy ott évekre megszakadt köztetek a viszony, azt mondtad, hogy beállt egy mosolyszünet, illetve az autistákkal kapcsolatban volt egy rossz tízű megjegyzésed, amiért sokáig vezekeltél, tudomásom szerint. Ó, az minden a mai napig, tehát ez egy folyamatos vezeklés. Igen. Ez a poén az osztálytársnőmmel, egy amúgy nagyon aranyos lány, és még hát nem tudom, egy ilyen, nem akarom elmondani pontosan tehát névvel kéne mesélnem a történetet ahhoz, hogy érthető legyen, de lényeg az, hogy 15 éves fejjel tettünk rá éretlen szexista megjegyzéseket. Ami egyáltalán nem volt szép, de 15 évesek voltunk. És akkor itt rögtön árnyalódik is a kép, hogy mit beszél magáról a csávó antilopként, ha egyszer szexista megjegyzéseket a 15 éveseket, de semmi sem fekete vagy fehér. És akkor nem tudom, én egyszer vendége voltam Fábri Sándornak, és akkor egy, nem tudom én, Sanyi mondott valamit, hogy ő a, nem tudom, volt egy Sőnem Ilia nevű osztálytársuk, aki nem volt szép, és hogy milyen furcsa, hogy Sőnem Ilia, és akkor én meg elmondtam ezt a lányt, hogy igen, nekem még ilyen osztálytársam volt, és mi meg ezt mondtuk rá. Így az ország nyilvánosság előtt, a Fábri Show-ban, mikor volt ez? 2006-7 környékén, amikor azért robogott a Fábri Show, és
ez lement adásba, én akkor autóban ültem csütörtökön este, és egyszer csak hívott egy telefonszám, és ennek a lánynak a férje volt. És nem szólt bele semmit, csak egy ilyen nagyon cifrát káromkodott némi fejegetőzéssel, és lecsapta a telefont, és én pokolján elszégyeltem magam. De rettenetesen is ott... De elmondta, hogy ő a férj. Igen, tehát arra azért rájöttél, a családi viszonyrendszerek kiderültek. Igen, maximálisan igazat tudtam neki adni, legszívesebben így bementem volna az RTL székházba, és széttapostam, megmikroztam, és elégettem volna azt a videószalagot, amit ez az egész volt. Abban bíztam csak, hogy a Fábri Show-t nem ismétlik, és hogy ez soha többet nem hangzik el, és ez egy óriási lecke volt nekem ehhez a pályához, hogy kiket árulunk el egy nevetésért, és kiket nem. És én ott azonnal megtanultam ezt a határt meghúzni, hogy nem olyan emberekkel, akiket szeretünk, meg bízunk, és ők is szeretnek, meg bíznak bennünk, olyanokat nem dobunk oda egy poénért. És aztán ezt később a családommal is nagyon jól tudtam használni, ezt a mércét, és pontosan tudom, hogy meddig mehetek el, hogy még ne legyen túl személyes és túl bántó valami. Mi volt a következő lépés? Tehát amikor cifrát káromkodott a férj, ez hogy simult el? Ez úgy simult el, mi nem tartottuk a kapcsolatot, csak osztálytalálkozókon találkoztunk 5 évente, és akkor volt 2 osztálytalálkozó, az 10 év. Amíg ott voltunk az osztályban, és került ő engem, és én őt. És borzasztó egy ilyen osztálytalálkozó, hogy végre meg tudjátok beszélni, és tudod, hogy ott van egy ilyen feszkó. Úgyhogy én már bocsánatot kértem tőle, de nyilván ő benne ez még nagyon dolgozott, és aztán a 3. osztálytalálkozón ő jött oda, hogy már nem haragszik. És azóta, ez egy tök nagy gesztusnak, nagyon nagy nemes gesztusnak tartom tőle, és nagyon meg is becsülöm, és olyan jó érzés, hogy az ember nem cipeli magával ezeket az adósságait. És egyben mondom, nagyon-nagyon jó lecke is volt. De hát ezeket az emberek a saját bőrén kell megtanulni. A másik pedig az autista történet, ott is én voltam a hülye, egy Schoder Club felvételen a mérlegekről beszéltem, amik az áruházban vannak arra, hogy lemérd a zöldséget, és hogy hiába van kiírva a kód, mindig állott egy szerencsétlen, és keresgeti azért, hogy hányos a kódja a banánnak. És én itt a felvétel hevében, de ezt hónapokig meséltem, fél évig meséltem ezt a történetet, úgyhogy mindig ott áll egy szerencsétlen, vagy ott áll egy idióta, vagy egy nem tudom. És ott a felvétel hevében az autista szó jött a számra. A sérült szinonimájaként. A sérült szinonimájaként, igen. És ezt az adást pedig egy autista gyerekét külföldön nevelő nő látta, és ő írt a Bors magazinnak, nem is tudom, és a Bors magazin kapta föl ezt a dolgot, és fölhívtak engem, hogy mit gondolsz erről, és így igazából így időm se volt nekem nagyon ezt végig gondolni, hogy mit is gondolok erről, már ezt is megtanultam, hogy azt kell mondani, hogy hívom vissza fél óra múlva, hadd gondoljam, hogy mit gondolok, és ott is valamit hebegtem, habogtam, ami kicsit se volt kielégítő, és ott is pokolján elszégyeltem magam. És fölvettem a kapcsolatot a Magyar Autista Szövetséggel, és velük csináltunk egy ilyen együttműködést, csináltunk egy flashmobot az Allé Centerben annak idején, az Allé Bevásárlóközpontban, mert ez is 2008-2009-ben is emlékszem, nagyon régen volt. Csináltam, még akkor volt egy esélyegyenlőségi műsor az M1-en, és annak az egyik adása pont az autizmussal élőkről szólt. Ott én voltam a műsorvezető, mentünk helyszínekre, csináltunk interjúkat, tehát ennek is volt egy ilyen elég erős vezeklés része, és közben pedig én is megtanultam, hogy mi ez az autizmus spektrum. És szerintem ennél jobbat, hogy valamit megismersz azért, hogy utána tudd, hogy tényleg miről szól a dolog, és nem véletlenül se fog a szádra jönni. Ennek ellenére ezt a Schoder Clubot viszont ismétlik, és körülbelül 3 évente mindig kapok egy felháborodott anyukától vagy nagymamától levelet. Válaszolsz rájuk? Válaszolok, leírom, hogy én ezért már megértem a kanosszámat, de természetesen tőlük is személy szerint kérek elnézést, és tudom, hogy milyen teher az, amit cipelnek, és nem állt szándékomban megbántani őket, és ha megtehetném, hogy ne legyen ott az RTL-en az adás, akkor nem lenne ott, de így sajnos ezzel együtt kell élnem. De most csak egy technikai jellegű kérdés, ha ez ekkora viharokat kavart és kavar mind a mai napig, akkor azt a poént nem tudja az RTL kivágni? Azt hát, a 15-20 másodpercnyi jelenetet? Az RTL-t az NMHH nem kereste meg, tehát, vagy akkor még ORTT, nem lett belőle,
Úgy gondolom, ők felháborodott olvasói leveleket nem kaptak, tehát nekik ebből presztízsveszteségük nincs. Lehet, ha megkeresném őket, akkor megcsinálnák, de nem tudom, ennyi vezeklés azért nekem is jár. Igen? Tehát, szerintem igen. Én szeretem azért néha így, nem azt mondom, hogy büntetni magam, de van, amikor a világ kisebb büntit ró rám, mint amekkorát én rónék magamra, és olyankor azért az a kis plusz vezeklés, az nem baj. Az is vezeklés volt, amikor elfekvőbe jártatok idős, magányos emberekhez kvázi beszélgetni. Nem, az pusztán az életnek a megismerése, meg tudomásul vétele. Hány tehát éves voltál akkor? Hány éves? 18-19. Azért ahhoz kell egy lelki alkatot, 18-19 éves fiú, még majdnem azt mondom, hogy fiatal ember se biztos, 18 évesen még nagyon gyerekek tudunk lenni, azt gondolja fontosnak, hogy ő idős, magatehetetlen és magányos halálba készülő emberekkel beszélgessen. Igen, de én addigra már eltemettem nagypapámat, nagymamámat, akikkel már ugyanezt végigéltem, és mivel többen jártunk, azért volt egy ilyen, ezeket meg tudtuk beszélni egymással, meg ennek megvolt a másik oldala is, a felhőtlen, féktelen röhögések és az élet ünneplése, de hogy megvolt ez is hétfő esténként, hogy oda megyünk a Szent Imre kórházba, és végigjárjuk ezeket a kórtermeket. Ott mit csináltatok? Csak beszélgettetek? Hát csak beszélgettünk, aki kérte, azzal imádkoztunk, volt, aki mellett csak ültünk, volt, akit nem látogatott senki, csak ott feküdt szegény, és az döbbenetes tapasztalat volt egyébként, hogy mi azért mentünk oda, hogy segítsünk, meg adjunk, meg nem tudom, hogy hozzak egy pohár vizet, nem tudom, milyen hozzak kell, büféből valami, egy teát, vagy szóljak, nem tudom, és ehhez képest nem, hogy nem kértek semmit ezek az emberek, hanem legtöbbször még ők akartak adni nekünk. Hogy ott van az a nem tudom én, vidd el nyugodtan. Ott van a vidd el nyugodtan. Tehát olyan érdekes, hogy ő neki már nincs ott semmire szüksége, és tudja azt is, hogy még az a hálóink sem lesz rajta, amikor innen el fog menni. És hogy minden, ami ott körülötte van, a kis éjjeli szekrényen, a kis szekrényben, nem tudom, az már igazából mind fölösleges. És ez volt a legilyen erősebb tapasztalás ott. Hogy tényleg úgy mész el, ahogy jöttél, és minden mást azt itt fogsz hagyni, és még a legjobb, ha még életedbe oda tudod adni valakinek. Az ilyenek téged megráztak, vagy annyira erős lelkületű fiatal, vagy voltál olyan erős lelkületű fiatal, hogy ezek inkább ilyen utólagos tanulságok? Hát ezek utólagosak, de hát nem tudom, engem, hát, hogy ezek nem ráztak meg ahhoz képest, ami sok mindenem még ott közben túl esegettem, de szerintem nagyon, nagyon hasznosak voltak, meg nagyon jó volt, hogy már ilyen fiatalon látod, hogy hova fut ki ez az egész. Tehát, hogy még mielőtt azt gondolnád, hogy tiéd a világ és minden örökké tart, azért azt nagyon tanulságos látni, hogy valaki már azt a mozit nézi a mennyezeten. És mire jöttél rá? Hogy kell akkor ezt jól csinálni? Látod ezeket az embereket? Hát nem tudom, nagyjából egyébként úgy, ahogy most csinálom. Tehát nem tudom megmondani a receptet, de hogy úgy, hogy azt érezd, tehát hogy most megint látom ezt, meg most már ismerőseim kerülnek megint hasonló korba, hogy két dolgot láthatsz így a vége felé. De lehet, hogy már 60 éves korodban, lehet, hogy csak 9 éves korodban. Az egyik az, hogy a saját életedet élted, és a saját kis erdődben barangoltál, és annak a kis erdőnek bejártad minden ösvényét, és minden kis köve alá benéztél, és már ismered, és ez egy tök jó érzés, és innentől semmi más dolgod nincs, mint palacsintát sütni az unokáknak. A másik rettenetes érzés, amikor rájössz arra, hogy ez nem a te erdőd. Végig nem a te erdődben voltál. Nem azzal a nővel voltál, nem úgy nevelted a gyerekedet, nem azt dolgoztad, amit szerettél volna, nem hoztad létre azt, amit szerettél volna, és én most azt érzem, hogy abszolút a saját erdőmben vagyok, és még azért van felfedezni való is. Van még ott pár fa, igen, abban igen, az erdőben. Igen, igen, igen. Van egy graffiti, hogy nincs annál szomorúbb látvány, mikor a halálos ágyadon, vagy halálos ágyadnál az áll, aki lehettél volna. Igen. És körülbelül te ilyesmire gondolsz most. Körülbelül szerintem. Ilyesmire, de még annál is szomorúbb, hogyha erre már, nem tudom, egy nyugdíjas korod, tehát a nyugdíjazásodkor rájössz, és még 25 évet úgy élsz le. Igen. Egy merő görcsben, és a feleségeddel és a gyerekeiddel feszkóban, hogy továbbra sem tudod megoldani ezt a helyzetet. Mióta tartod önazonosnak, otthonosnak azt az erdőt, amiben vagy? Folyamatosan vált azzá egyébként, de úgy igazán szerintem az is ilyen 40 éves korom
körültől. Tehát amikor általában az emberekre a kapuzárási pánik tör rá, vagy ez a midlife crisis, én rám pont, hogy nem a midlife crisis tört rám, hanem pont az, hogy minden király, jó úton vagyok, és minden csodálatos. És ez az érzés csak egyre inkább erősödik bennem. Tehát ez nem egy ilyen kapcsoló lett átbillentve, hanem folyamatos visszaigazolások sora mutatja nekem azt, hogy nagyon jó itt. De a körülmények változtak olyanná, hogy ez neked ilyen komfortérzeted ad, vagy te érkeztél meg a saját erdődbe? Nem, hát szépen, amik kis virágokat ültetsz, azok hajtanak ki. És tudod, így elültetsz egy hagymát, és bízol benne, hogy ez a tulipán tényleg sárga lesz, mert azt mondták a kertészetben. De addig nem tudod, mert csak egy hagyma. És amikor így az első kis sárga folt megjelenik rajta, akkor úgy megnyugszol. És ugyanez nekem is, hogy látván az, hogy épült a feleségem, a kapcsolatom, a gyerekeink már a nagyobbik most lesz 13, az ikrek 11, és azt látom, hogy irgalmatlan jó fejek, és nagyon rendben vannak. Én nekem tök szépen megtelnek az önálló estek, tehát hogy azt látom, hogy azok a 10x éve elvetett magok, azok most úgy szökkennek szárba, ahogy akkor annak idején meglettek ígérve. De jó ezt hallani. Sőt, azért is húztam be tavaly a kéziféket, mert nagyon sok fellépés volt már, nagyon sok helyre mehettem volna, nagyon sokan szerettek volna látni, csak egyszerűen úgy éreztem, hogy ez nekem az egészségem, meg a szellemi épségem, meg az emberi kapcsolataim fogják bánni, úgy, hogy igazából arra a pénzre nincs szükségem, mert csak félre raknám, és aztán, ha félre rakott pénzed van, az ugyanolyan gond, hogy mit csinálja azzal, hogy ne veszítsél az értékét, mint hogyha nincs pénzed. Zavarba is jössz, hogyha van annyi megtakarításod, amivel kezdeni kell valamit? Tehát igen, zavarba jön. Én nem tudok vele mit kezdeni. Tehát engem nem érdekel. Én nem tudom, én a feleségem kezel ezeket a dolgokat, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mennyi pénz van azon a bankszámlán, és annak örülök, hogy annyit meg tudok keresni, hogy szépen eléldegélünk belőle mindenféle luxus nélkül. Tehát, hogy egy tölgybarna családi egyterűvel furikázom a gyerekeket, semmi flancolás, és köszönöm szépen, jól vagyunk. Ő kezeli akkor a kasszát otthon. Igen. De szerinted miért nem érdekel téged ez a pénzdolog? Lehet, hogy azért, mert hogy tudom, hogy van. Ha nem lenne, akkor lehet, hogy aggódnék azon, hogy úristen, a gyerekeknek be kell fizetni az ebédet, meg a tábor, meg most azért nem fog tudni menni az én gyerekem, meg jajkört. Tehát, hogy akkor nyilván más lenne, meg akkor vállalnék plusz munkákat. De így, hogy tudom, hogy van annyi, amiből normálisan meg tudunk élni, így már se a többlettermelés nem érdekel, se az, hogy akkor pontosan mi van, és a már meglévőből mit lehetne még kihozni. Voltál te úgy, hogy meg kellett nézni, hogy mi merre, hány méter? És én nagyon szegény családban nőttem fel, meg pályám elején is csóró voltam. Tehát volt olyan, hogy egyetemi, még akkor nem is, akkor még ügyvédi jelölt voltam, akkor kerestem 2001-ben kerestem havi 50 ezer forintot, a kajám úgy volt meg belőle, hogy az volt a napi melegételem, hogy a nyugati aluljáróban volt valami csirkés, és ott tudtam ilyen rettenetes rántott löncshúst enni egy zsömrében, az volt 120 forint, és még abból kellett félretennem a PhD tandíjamra, és azt a pénzt, amit félre tudtam tenni a fél éves tandíjamra, azt ellopták tőlem. Már kik? Hát ismerősök, ebben nem menjünk bele, ez annál fájdalmasabb volt. Tehát hogy átvertek, ugye? De, igen. És tehát, hogy ilyen helyzetekkel kellett nekem küzdenem rendszeresen. És nem is azt mondom, hogy jól kamatoztattam a tudásomat, mert egyfajta, nem tudom, ilyen kezdő munkaalkoholistaként úgy voltam, hogy bármennyi munkát képes vagyok megcsinálni, és az alacsony önbecsülésemből fakadóan nyilván mélyen áron alul, tehát hogy ilyen remekül megbízhatóan kizsákmányolható ember voltam, pont a hozzám hasonlóknak való a tudományos pálya, és aztán nem tudom, a Duma Színház árazott be engem életemben először rendesen piaci áron. És úgy, hogy a Duma Színház szervezi a fellépéseket, ők ajánlanak ki, stb., így nincsen gond. De ha nekem kellett volna megmondani, hogy én mennyibe kerülök, hát most nagyon olcsón jutnának hozzám az emberek. Mind a mai napig? Hát nem, nyilván nem, már azért dörzsölöttem volna annyit, meg edződtem volna. De úgy értem, hogy mind a mai napig nem mernél annyit kérni, mint amennyit a Duma Színház mert kérni a nevet. De most már merek. Most már merek kérni, meg néha a Duma Színház kérdezi, hogy emeljünk-e árat, és akkor mondom, hogy emeljünk. Tehát, hogy te magadtól nem mondod? Nem, most már nem, sőt, most már kimondottan azért, tehát hogy például a céges fellépések árát például azért kértem, hogy emeljem meg a Duma Színház, hogy akkor hát, ha nem kell mennem.
Úgyhogy vannak ilyen stratégiai döntések is mögötte. Az nagy aha élmény volt, amikor először szembesültél azzal. Különösképpen úgy, hogy azért már többször beszélgettünk erről, volt a gyerekkorodból fakadóan egy csökkent értékűséged, legalábbis ez volt az önképed magadról, és amikor megláttál ott egy kövér összeget, és a ritkaiék azt gondolják, hogy én ennyit érek. Uh-huh. Ez nagy felismerés volt? Igen. Nagy aha élmény? Igen. Igen, hogy úristen, hogy megnyílnak ilyen lehetőségek a fejedbe, hogy vissza fogom tudni fizetni a lakáshitelt, nem 20 év alatt, meg nem tudom én, el tudom vinni a feleségemet külföldre, és hogy a gyerekeimnek majd lesz esetleg tandíra is, tehát ezek ilyen jó érzések, meg rögtön ott van a kis ördög is, hogy na de hát meddig fog ez tartani, hogy jó, most az ott van, de meddig fog tartani. Te amúgy is az a típus vagy, hogy sokszor gondolsz erre, tehát hogy mikor következik a baj, igen, ugye? Igen. Igen, mert erre lettem szocializálva, tehát én a bizonytalanságban nőttem föl, és az, hogy valami biztos és állandó, én azt mindig csak ilyen átmeneti állapotnak érzem. Tehát, mint a Bibliában, hogy most van 7 bő esztendő, aztán majd biztos lesz 7 szűk. És aztán, amikor jött a Covid, akkor ez volt az első reflexem, hogy tudtam. Megmondtam. Tudtam. Igen. Te arra rájöttél, ha beszélgettünk már róla, meg sok interjúban felidézted mindezt, de arra te rájöttél, hogy apukád végső soron miért ivott? Képzeld el, arra jutottam, hogy valószínűleg az őszülei miatt. De ez a baj, hogy ezt nem sem apukámmal, sem a nagyszüleimmel nem tudom már megbeszélni, de hogy itt volt egy nagyon durva 20. század. Nagymamám 1910-es születésű, nagyapám 1907-es, és ők végig toltak két világháborút, egy 56-ot, egy szocializmust, egy rendszerváltást, tehát egy a teljes 20. századot végigcsinálták, amihez nyilván részükről kellett egy nagyfokú reziliancia, meg egy nagyfokú keménység, meg szikárság, de lehet, hogy pont ez a keménység és szikárság volt az, ami apámat az ő gyerekükként végül az ital felé taszította, vagy lehet, hogy neki nem volt kellő meghittség élménye, vagy nem tudom, tehát hogy nem volt. Tehát valószínűleg ilyesmik játszhattak. Ez egy jó szerepet. Házasság volt az övék? A nagyszüleimé? Nem. Nem? Nem, hát én amióta, tehát amióta az eszemet tudom, végig arra emlékszem, hogy vagy nagyanyám vagy kiabál nagyapámmal, vagy nagyapám nálunk van, mert közvetlenül egymás mellett laktunk, és akkor kap egy deci bort, és akkor egy kicsit megnyugszik meg. A szüleidése volt egy ilyen klasszikus szerelmi házasság? Nem, én ilyet nem is láttam. Tehát de láttam nagybátyámékon, apám nővérén és a férjén, ott láttam, hogy milyen egy intim, egy meghitt házasság. Tehát akkor, amikor a feleknek vannak intim pillanataik egymással. Tehát, hogy megölelik egymást, meg összemosolyognak. Neked ez honnan lehetett megtanulni? Mert ezek azért csak egy ilyen pillanatfelvételek, hogy néha-néha odavetődtél, gondolom én. De a saját bőrén hogy tudja mindezt alkalmazni az ember mondjuk a párkapcsolatába vagy a házasságába? Hát szerintem nagyon sok tudatosság, tehát hogy felismert, hogy ez a tériszony, amit te most érzel, meg ez a pánikszerű menekülési kényszer a kapcsolatból, ez csak annak szól, hogy megijedtél ettől az intimitástól, de amúgy nincs baj, jó helyen vagy, szeretni fognak, csak az emberen mindig újra lesz egy ilyen pánik. Úristen, most nincs időm komoly kapcsolatra, most nem akarom ezt meg, most nem elég jó hozzám, vagy nem elég ilyen, nem elég van, biztos nem jönnénk ki jól, vagy kitalálsz valami hibát a másikban, és ott először is meg kell nyugodni, hogy nyugi, ez most csak egy pánik, ez úrá lett rajtad ez a hullám, amúgy szeretve vagy, jó lesz ez az egész, adjál neki időt, engedd magad szeretni, és akkor még egy kicsit visszamész a hideg vízbe, összeszorított foggal, és aztán rájössz arra, hogy ez a víz az nem is olyan hideg, és aztán megtanulod, egyszerűen megtanulod. Sok hideg vízből menekültél te ki? Rengetegből. Nagyon sok kapcsolatban rendes, értékes, tisztességes, bensőséges, meleg kapcsolatokból, értékes lányoktól, pusztán emiatt a pánik miatt, hogy jaj, mit kell itt csinálni. Lehet, hogy túl normálisak voltak? Igen, de ezt is fölírtad itt, túl normális. Igen. De erre céloztál? Igen. Ez. Hát emlékszem, volt egy olyan család, és ez ráadásul már 25 éves fejjel, tehát már viszonylag érett voltam, akik egy ilyen 11. kerületi értelmiségi család. Egy lányal, aki orvosnak tanult, és összejöttem a lányal, ilyen nagyon szokványos, hagyományos polgári dolgokat kellett csinálni vele, ami engem azért némileg untatott,
és aztán egyszer elvitt bemutatni a szüleinek. És akkor ott volt a két öccse, anyukája meleg szendvicset csinált vacsorára, leültünk az asztalhoz, volt nem tudom én, brie sajt, meg tudod, ilyen normális ételek az asztalon, beszédtémák, kacagás, és így ültem ott, hogy mit keresek én itt? Én, tudod, hogy én, aki nem tudom én, tudom, hogy mi a pokol, és tudom, mi a szenvedés, itt ülök így a brie sajtnál, és az a baj, ha viszont meg olyan lányt találsz magadnak, aki szintén ilyen szélsőségekben mozog, akkor azzal nem lesz jó. Előbb-utóbb ott egy ideig, vihar, igen, egy, aztán igen, utána nem. Ott vihar lesz, és pont ezt a... Na és ő, tehát ott például semmi gond nem volt, hogy olyan furcsa, hogy egyszerre vonzódsz is a normálishoz, de egyszer csak meg is, bizonyos közelségből meg is ijedsz tőle, a túl normálistól. A ilyenekből hogy jöttél el? Hát figyelj, sután, és nagyon sután. Én szakítottam, de ilyen nagyon-nagyon sután, és mondtam, hogy ne arra, hogy igazából nem tudom megindokolni, de nem, és azzal, hogyha ezt magamnak így ki tudtam mondani, hogy ez nem, szerintem az a legkorrektebb, ha neked is minél hamarabb kimondom, hogy nem, mert nem szeretném fölöslegesen rabolni az idődet. Így ezt tudtam mondani, így széttárt karokkal. Olyan is volt, ez is gyalázat, hogy, és ez egy hosszabb kapcsolat volt, hogy... Tehát, hogy nem tudom én, egy-másfél év után álltunk a buszmegállóban, és a lány így felém fordult, és azt kérdezte, hogy mondd András, neked tulajdonképpen szükséged van rám. És én azt mondtam neki, hogy nincs. És a következő buszra felszállt, és elment. Te meg ott maradtam. Én meg ott maradtam, és ez volt másfél év. Tehát, hogy én ebben nagyon nyomorult voltam nagyon sokáig. És azért mondom, hogy rendes, tisztességes, értékes lányokat vesztettem így el. Hú, de milyen szívhorzsoló mondat ez. Tehát, hogy előttem van egy ilyen buszmegállóba. Igen. Érezhette ő ezt már korábban? Nyilván érezte, és... Ahhoz is milyen erő kell, hogy te erre azt válaszolod, hogy nincs. Hát de mondhatom azt, hogy de igen, és akkor két hónap múlva megint ezt fogja érezni, és megint meg fogja kérdezni, és én érzem magamat szarul, hogy most megint mondjam azt, hogy igen, és megint jussunk el odáig. Igen, András, de hogyha ő ezt nem kérdezi meg, akkor te meddig csinálod ezt? Hát figyelj, valószínűleg bármeddig. Nem tudom. De ez a másik, tehát hogy nem tudom én, egy ilyen alkoholcsaládban felnővő gyerekeknél, ez a végzetes vagy végletes lojalitás valamihoz, ami nem működik, ez nekünk az alap. Tehát az anyatejjel szívjuk magunkba. Hát ez a megfelelési kényszer valószínűleg. Igen, meg hogy szar, de legalább van. A feleséged egész más típusú, igen, ugye? Igen, nem, ő is nagyon értékes, nagyon normális. Nyilvánvalóan nem is úgy értettem, igen, természetesen, csak hogy ott más alapokon nyugvó kapcsolatról beszélünk. Igen, meg ott nála az volt, hogy pont előtte vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy na, akkor jöjjön, aminek jönnie kell, és akkor most tegyük félre ezeket a paráimat, meg pánikomat, meg nem tudom, és pár hónapos sodródás után jött is ő, és így azonnal éreztem, hogy na, jól van, itt sinál leszünk. De megadtam neki az időt, meg már tudatosan figyeltem magamban ezekre a jelekre. Szerinted, ha ti két évvel korábban találkoztok, ugyanúgy nem veszed észre, vagy elballintod, mind a többi? Biztos. Biztos vagyok benne. Ezeket, amelyeket mondjuk úgy, hogy elrontottad, vagy nem tudtál belehelyezkedni, és kevésbé múlt ez a lányokon, vagy talán egyáltalán nem, ezeket nagyon bánod? Remélem, hogy nem okozott bennük mély sebeket. Azt gondolom, hogy fiúk lányokkal csinálnak sokkal borzalmasabb dolgokat, meg hagyják ott őket sokkal inkorrektebbül is. Tehát, hogy igazából semmi rossz, úgymond, vagy semmilyen az életkorunkból fakadó dolog, nem az életkorunkból fakadó dolog nem történt, de nem tudom, ez a tanulópénz, ez nekem kellett. Nem beszélted meg velük utólag? Mondjuk azzal a lányjal, aki a buszmegállóba ott hagyott. De vele szoktunk találkozni, néha, véletlenszerűen, és nagyon aranyos, van neki is két gyereke, és teljesen, tehát teljesen jól tudunk kommunikálni, és nem érzem azt, vagy lehet, hogy csak ő nem érezteti, hogy emiatt tüske maradt benne. Azt én jól gondolom, hogy a te papi pálya felé tartó elkötelezettséged, az tulajdonképpen a nőkön bukott meg, ugye? Ez lett a kompromisszum egyébként, hogy a házasság az igazából csak egy nővel több, mint a cölibátus. Tehát ugyanúgy lemaradsz a világ összes nőjéről, kivéve egyet,
hogy igazából ez a plusz egy nő, ez hosszú távon ugyanolyan, mint a celibátus. Tehát, hogy egy élete lehet hűségesnek maradni egy nőhöz, az szerintem legalább olyan nehéz, mint hogy hosszú távon elkötelezni a celibátus mellett, és úgy éreztem, hogy akkor ez is kellően erős kihívás lesz. Attól nem féltél például, hogy a showbiznisz hívságai, kitettsége az még jobban próbára teszi majd ezt a fajta fogadalmadat? Nem, és képzeld el, hogy voltak ilyenek, ez tök érdekes, ezt neked mesélem el először, de úgy unblock. Tényleg? Aha, igen, tehát erre még így barátoknak sem nagyon beszéltem, de hogy jó pár évvel ezelőttig, mint a Playboy naptárban, így volt Miss Január, Miss Február, Miss Március, tehát minden hónapban valahogy lett egy nő, aki úgy erősen éreztette velem ilyen vagy olyan módon, hogy ő neki nagyon határozott testi vagy lelki elképzelései lennének. És fesztiválon, vagy rám ír Facebookon, vagy előadás után, vagy az út, tehát hogy különböző helyzetek, de minden hónapban azt tudtam mondani, hogy na, Miss Március. De ilyen érdemi, nem tudom én, vívódást, vagy ilyen elcsábulást, vagy nem tudom, tehát hogy tehát nem került érdemben terítékre a kérdés, és mindig megállt ennyinél, mert egyrészt pontosan tudtam azt, hogy mi forog ezzel kockán, tehát hogy mi mindent köszönhetek én ennek a házasságnak, és mi mindent tennék tönkre. Másrészt meg rájöttem arra, hogy az ember, ha nyilván szívdobogással, meg lüktető erekkel az agyban mond az ember nemet, de hogy egy idő után nemet mondani ugyanolyan lenne állandóan, mint állandóan igent mondani. Tehát, hogy ugyanazzal a rutinnal fogsz tudni nemet is mondani, mint amilyen rutinnal fogsz tudni igent mondani, és valószínűleg az igen sem okozna a pillanatnyinál sokkal több örömet, sőt. Így meg van egy szívdobogós pár órád, és utána hazamész, és megnyugszol, és odavúz a feleségedhez. És neki azért utólagosan meséltél Miss Februárról, vagy Miss Márciusról? Nem, azért mondom, te vagy az első, akinek erről mesélek. Hát nem, semmi, tehát az annak sem értem oda menni a feleséget, azt, hogy kézzel, oda jött onnan, és kézzel fogva húzott a sátor felé fesztiválon, de én elengedtem a kezét, és visszaszaladtam az autóba, és azt mondtam a sofőrnek, hogy hajtsuk el innen, de nagyon gyorsan. Hát ilyet nem mondd el az ember, mert nem az csapódik le belőle, hogy milyen hűséges férjem van, hanem az, hogy ez mekkora egy paraszt, hogy ilyeneket mesél. Majdnem úgy közel állt a valósághoz, tehát hogy mondtad ez, a sofőrnek, ez, hogy... Ez egy egész konkrétan egy Tokaj-hegyalja fesztiváli történet. Hát úgy, nehéz a showbizniszben is. Nehéz, rettenetes. De mondom, ez csak pár évvel ezelőttig történt, aztán azóta már öregszem annyit, hál' Istennek, hogy ilyenek nem történnek, tehát elmaradoztak a Miss Február-márciusok. Sőt, egyébként egyszer... Nem egyszer, többször is léptünk fel a Sziget Fesztiválon, és mivel kulturális rendezvény voltunk, mindig a Magic Mirror sátorba tettek be minket, és mi még lementünk délután kulturális rendezvényként, és utána ott kezdődött az LMBTQ party. És egyszer Janklovics Petivel ott maradtunk az LMBTQ buli, mert nagyon jó zene, nagyon jó DJ volt, és ott egy német fiú szemet vetett rám. És mondta neki, hogy nagyon aranyos vagy, házas vagyok, de hogy még az is jól esett. Tehát, de azt elmondtad a feleséged? Azt el, hogy lett egy Mr. Június, vagy Mr. Augustus, mert hogy azért, de csak úgy esett jól, hogy na, hogy azért engem azért még megnéznek még azért a... Nők és férfiak nők egyaránt. És férfiak, hogy nincs még olyan nagy baj, akkor voltam itt 38-9 éves, de mondom, jó van azért, még úgy rendben vagyok akkor ezek szerint. És akkor élvezd ezt a magad által bejárni kész erdőt, amiben olyan jól érzed magad, jó sokáig, ezt kívánom. Köszönöm szépen.